Szóval sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai videóban, és tudom és sajnálom, de eltűntem egy jó időre, és még el is fogok egész augusztusban, mert nagyon tömény az augusztusom, most ezen a héten sem leszek itt volna, tehát nem is tudom, hogy lesz majd az egész hónapom, de nagyon tömény hónapom van, lesz, úgyhogy el is leszek tűnve, ne haragudjatok ezért, viszont szerintem akkor forduljunk komolyra. Szóval sziasztok srácok! Üdvözlítek a videóban is, hogy a cipőt is láthattátok. Hát igen. Sosem gondoltam volna, de jó. Tehát az igazság srácok, hogy én is kedvet kaptam rá, úgyhogy a mai videóban egy éjszakát fogunk eltölteni valahol, és hogy hol. Egy teljes éjszaka a saját ágyomban. Srácok, nagyon nehéz volt rávenni magam, nem is tudom, hogy sikerült. De vagy csak valahogy sikerült, úgyhogy biztosatok, remélem nem fog lebukni, mert azért elég gáz lenne. Úgyhogy, hát most izgulok. 9-kor? Hülye vagyok. 10-11 körül szokott zárni, de inkább 11-kor. Úgyhogy majd akkor találkozunk. Addig próbál bepakolni dolgokat, ezt, azt, amazt. Úgyhogy majd találkozunk, srácok. Na hát, sziasztok srácok, akkor itt is vagyunk, ebben a bepakolós tutoriában, vagy micsodában. Igen, ott vagyunk srácok, látjátok ott, igen. Sziasztok. Hát akkor srácok, egy kis szemszöget változtattam, mert azért nehogy már látszik az árnyék, vagy milyen dolog az. Szóval akkor szerintem kezdjük is el a bepakolást. Itt ez a szép kis táska, ebbe fogjuk tartani a cuccokat. Na most akkor. Először is tegyünk be szerintem egy vizet, mert ha megszomjaznánk, akkor tudjunk inni. És emellé, hát pakoljuk egy csokit is, hogy a vércukorszintet karban tartsuk. Aztán hoztam egy lámpát, hogy világítsuk majd a kamerába, hogy lássatok engem, közben beszélek. Úgyhogy igen, ezt is bepakoljuk. Akkor még találtam egy névjegykártyát is, amit gondoltam, hát ki tudja, sosem árt egy névjegykártya, hát nem tudom mi ez. És hát... Bepakolunk egy éjszakai fényt, mert hát azért én félek a moboktól, de nem mondjátok el senkinek, szarok. Úristen, ne tudjátok meg, mennyire félek a moboktól. És egyébként is szóval, nagyon izgulok, ennyire remeg a kezem, úgyhogy hát hamarosan... Hát egy kicsit meg kell nyugodnom. Szóval hamarosan akkor elkezdjük a videó lényegét, de még viszek egy könyvet. Nem tudok olvasni, nem tudom hogyan kell, de úgysem fogok, de azért elviszem. Meg hát akkor már egy másik könyvet is elviszünk. Úgyhogy ezt majd valami beszélem, és akkor majd találkozunk. Srácok, hogy most úgy kéne behosodnunk, hogy senki ne vegyen észre. Kicsit szétkatyhoz volt az egész táskát, de meg nem. Egyelőre többit visszatöködjük. Mert kiesett a piánk, akkor ezt ne tegyük le földre, hogyha valaki bejön, akkor ne vegye észre. Jó, és akkor visszahozom a piánkot. Jó, kapcsoljuk bele. Hát, ott basszus, hol van? Meg hol a hátban? Lehet ki se vettem. Thank you.
Sikeresen megmenekültünk, nem is gondoltam volna, hogy ez sikerülni fog. Nagyon beszartam, nagyon féltem, de hál' égnek túléltük, és minden rendben lett végül. De tudjátok, ezt senki sem próbálja ki, nagyon durva. Meglátjuk, hogy lesz a folytatás, majd amennyire szeretnétek, majd úgy fog hozzátok, hogy mondják ezt? Mert hozzátok fogok alkalmazkodni, úgyhogy srácok, köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. Eszméletlen durva. Jézus, nem is tudom, hogy csináltam, akkor lettem akkor egy hülye, hogy ráhagyom magam. Na mindegy, srácok, köszönöm szépen a figyelmet. Következő videóban találkozunk. Sziasztok! Köszönjél a nézőktől! Ne rágd a földre az üzletemet! Mert a borítóját csak.